A téli fesztiválon sokféle forralt bort kóstolhatunk a főtéren, ráadásul az ünnepi forgatagban idén is találunk olyan szervezetet, amely a forró itallal együtt kínálja a jótékonykodás lehetőségét. Idén egy kerekesszékes hintára költjük az adományt, de ez az első eleme az integrált játszótérünknek, amit Kecskeméten szeretnénk majd létrehozni. Valószínűleg a Simferopol tér lesz a megfelelő helyszín, ott kamerák is vannak, biztonságos, autóval megközelíthető, és a polgármester asszony is támogatja ezt a helyszínt, és a projektünk mellé állt. Ez az idei célunk, és bevonunk majd jövő évben külföldi Rotary és Rotaract klubokat is, mert ez egy elég költséges játszótér, egy költséges projekt, de ebben biztosan támogatnak majd a többi klubok. Úgyhogy ez egy nagyon nemes cél idén, ez a projekt. Akik szeretnének hozzájárulni a Rotaract kerekesszékes játszóterének megépítéséhez, elég, ha fogyasztanak egy forralt bort vagy egy meleg teát. Várunk mindenkit szeretettel Kecskeméten, akár Kecskemét környékén. Isteni finom forradborunk van, vörösborból készül, és a három Gúnár étteremben készítik. A gyermekeknek és a vezetőknek van forró teánk is, és ingyen van a zsíros kenyerünk, úgyhogy ezt ajándékba adjuk minden vendégünknek. Aki szeretne jótékonyan meleg italt fogyasztani, hétköznaponként délután 4 órától este 8-ig, hétvégén pedig délután 2 órától találja nyitva a Rotaract híres forrás melletti óriás hordóját. A Rotaract a Rotary ifjúsági szervezete 3 éve alakult meg, és várja a csatlakozni vágyókat. 18-30 éves közötti korosztály léphet be a Rotaractba, de szokták mondani, hogy a Rotaract a Rotary előszobája, tehát bárki, aki tudja, hogy a Rotary mivel foglalkozik, jótékonysági szervezet, világszervezet egyébként, és mindig olyan projekteket hoz létre, amivel segíti a társadalmat, valami nemes célja van. Mi személy szerint mindig a gyermekeken segítünk, a fiatalabb ifjúsági szervezet, mi a Rotaract. Például mi Down-szindrómás gyermekeknek és családjaiknak a szivárványtábort már második éve támogattuk, és következő években is szeretnénk, mert ez a szívügyünk mondhatni, úgyhogy mindenkor gyermekeken segítünk. De nem csak forralt borral, hanem palackozott különlegességekkel, boros finomságokkal is segíthetünk a rászorulókon. A Birkesbor és Pálinkaház jótékony standjaival a főtéren és a Malom központban találkozhatunk. Mi is fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalás kérdését, ezért idén azt ötlöttük ki, hogy december 21-én, ez egy szombati nap, az esti órákban egy adománygyűjtés keretében segítünk a Medina adományboltnak, aki pedig ugye tudva lévő, hogy felkarolja a mély szegénységben élőket, akár anyagi juttatásokkal, vagy tárgyi jellegű segítséggel. A lényeg az, hogy aki december 21-én szombaton, akár itt a Malom központban, vagy a kecskeméti főtéri birkás standnál vásárol, az a vásárlás teljes összegével segíti a mély szegénységben élő embereket a Medina adománybolton keresztül. A széles palettán alkoholos és alkoholmentes termékek, borzselék, must, csokoládék és bombonok is megtalálhatóak. December 21-én pedig bármelyik megvásárlásával segíthetjük a Medina célkitűzéseit.